Keleti Ágnes olimpiai bajnok tornásznő nevét azt gondolom mindenki ismeri az országba, lassacskán fogalommá válik. El sem hiszem, hogy 98 éves lett. Mi is köszöntöttük a Foci és Sportba, illetve a Nagy Béla Hagyományőrző Egyesületbe, rengeteg ünnepség volt, amelyek közül az egyiken részt vett az ő család, Őszi Olivér és Őszi Szilvia. Bajzás diákról és anyukáról van szó, és nekem egészen furcsa, hogy hogyan kerültetek Keleti Ágnes születésnapi partijára. Olivér, mesélni nekem erről? Hát úgy kerültünk oda, hogy anya egy sportfotós, és segít a gyermek szívkórháznak. És akkor? És akkor innentől átveszi a szót anya. És meghívást kaptunk, mint a családi barátok, és így elmentünk a születésnapra, és megköszöntöttük az Ági nénit. Olivér, mesélj nekem, mit tudsz a Keleti Ági nénéről? Az, hogy 98 éves, 1921. január 9-én született, összesen 10 olimpiai érme van, ebből 5 arany, 3 ezüst és 2 bronz. Meg is állítalak egy pillanatra. Honnan néztél ezeknek az adatoknak utána? Honnan tudod? Anyu segített, vagy néztél is közben? Anya segített benne. Láttál Keleti Ági néniről filmet, vagy képet, ahogy tornászott? Hát igen. Nagyon-nagyon rég volt. Azt tudod-e, hogy melyik olimpián nyerte a legtöbb érmét? A nyári olimpián. Nyári olimpián, méghozzá egy nagyon-nagyon jelentőség teljes olimpián, legalábbis ami a magyaroknak nagyon jelentős volt, ez a Melbourne-i olimpia volt, igen. 1956-ban. Igen. Átveszi egy picit a szót, anya. Az, hogy Keleti Ági nénivel egyáltalán találkozni lehet, nagyon nagy dolog. De mint sportfotós, ugye hogyan sikerült összekerülni vele? Egy nagyon jó barátom, kollégám nagyon közelről ismeri, és 2 évvel ezelőtt felkértek egy fotózásra, és nem professzionális fotózás volt, teljesen baráti, és vittem Olivért is, aki egyébként úszik 3 éves kora óta, tehát 6 éve kezdte, és úgy gondoltam, hogy ez egy nagyon jó találkozás lehet. Azt gondolom, hogy mindenképpen egy olimpiai bajnokkal nagyon jó dolog találkozni. Igen. Tudod-e, milyen nagy dolog olimpiai bajnoknak lenni? Nagyon nagy dolog. Nagyon-nagyon nagy dolog. Mennyit sportolsz te naponta? Hát hetente 2-szer. 1 órát. Elmész az úszodába? Igen. Mennyire komolyan veszed te a sportot, Olivia? Nagyon. Nagyon. Hogyan készülsz föl egy edzésre? Hát tanulok. Az úszásnál edzek. Meg már az oviban is tanultam valamit, már úgy az úszó pingvin óvodába jártam oviban. Az úszást azt, mint olyat szereted? Igen. Igen. Ebben benne volt az őszinte vélemény. Nos, Olivérrel találkozhattak már a kedves nézők, többször megszólalt már a mikrofon másik végén, illetve láthatták őt akkor is, amikor a Bajza 100-as évfordulón verset mondott. Azt hiszem, hogy te egy nagyon jó tanuló kisfiú vagy, és nagyon szeretsz a Bajzába járni. Milyen ez az iskola? Nagyon jó ez a Bajza iskola, nagyon jók a tanárok, szeretem őket, a Csilla néni az tényleg nagyon jó. Melyik a kedvenc tantárgyad? Az angol. Hó, miért? Mert nagyon jó, mert hogy tanulok vele más nyelvet, meg ilyen, hogy más nyelv, és uh-huh. akkor ez nagyon jó, hogyha tanulom. Az egészen biztos, hogy így van. Beszéltél-e már valakivel angolul? Nagyon keveset. Nagyon keveset. Beszéltem és tudod, már csak keveset. Uh-huh. Na, és ki volt az, akivel beszéltél? Anya tud benne segíteni? Igen, ő Brüsszelben született, és rengeteg külföldi barátunk van, és gyakorlatilag születése óta tanítom angolul, illetve az óvodában is tanították angolul, de nyilván a megszólalás az egy picit más terület,
viszont nagyon ügyes, és most a harmadiktól a környezetet is angolul tanulják a Bajza utcai általános iskolában, és nagyon büszke vagyok rá, mert nagyon jó tanuló. Azt gondolom, hogy a gyereknek mindenképpen jó, hogyha pici korától kezdve nyelv közelében van. Brüsszelbe hogyan kerültetek? Brüsszelben ott éltünk gyakorlatilag, most 5. éve élünk Magyarországon, Budapesten, és 5. éve él Oliver is természetesen. Oliver, emlékszel arra, hogy milyen volt a brüsszeli életetek? Jó volt. Ott kertes házunk volt, nagyon sokat játszottunk. De hát még nem is voltál akkor iskolás, tehát igen. Egy picit más volt, ugye? De hát itt Terézváros is... Ott még oviba se jártam. Akkor nagyon szerencsés voltál, hogy anyuval otthon tudtál lenni, bár az óvodában nagyon-nagyon sok jó dolog van, lehet, hogy ezeket most bepótolod az iskolába. Azt mondtátok, hogy a környezetismeretet is angolul tanuljátok, igen. Mindent megértesz? Hát, megértek, csak pár szót nem. És akkor, amikor tényleg erről még nem beszélgettem soha senkivel, tehát elkezdtek egy tantárgyat angolul tanulni, picit beszélitek már a nyelvet. Mi van olyankor, hogyha elmond valamit a tanítónéni angolul a környezetismeretbe, és azt nem értitek? Hogyan dolgozzátok föl? Szóltok akkor? Hát szólunk, hogy nem értjük, vagy van egy olyan tanítóbácsink, aki csak angolul tud, akkor meg elmondjuk angolul, hogy nem értem. És akkor hogy magyarázza el nektek angolul utána? Hogy próbálja más szavakkal. Uh-huh. Meg ilyen másmilyen szavakkal megpróbálja megértetni velünk, hogy mutat a képeket róla, hogy mi az. Uh-huh. És a végén megértitek? Igen. Azt gondolom, hogy az angol nyelvi órákon sokkal egyszerűbb a nyelvet használni, mint mondjuk egy környezetismereti órán. Igen. Izgalmas ez, hogy nem tudjátok, hogy végén érteni fogjátok, vagy nem? Izgalmas. És angolul is kell felelnetek ezekből a tantárgyakból? Igen, angolul kell felelni. Hűha, el tudsz-e nekem mondani angolul valamit abból a környezetismereti dologból, amit mostanában tanultatok? Miről tanultatok? Tanultunk az állatokról, az emlősökről, a halakról, a madarakról. Uh-huh. Ezt a mondatot el tudod nekem mondani most angolul? Hát annyit nem tudok, hogy ezt tanultuk. Igen, akkor mondjad el ebből, amit el tudsz mondani. Mammals, fish, birds, Azt gondolom, hogy nem nyúzlak tovább, hiszen nem tanórára jöttetek. Egyébként tényleg ez az angol nyelvű környezetismeret tanítás, ez hogyan válik be? Nem nehéz nagyon a gyerekeknek? Szerintem szeretik, illetve azt, hogyha ilyen pici korban már hozzászoktatják őket a nyelvhez, szerintem az nagyon fontos, és ők megszokták, mivel itt az iskolában tényleg egy anyanyelvi angol tanár is tanítja őket, ezáltal hozzászoktak a nyelvhez, a nyelvtanhoz, illetve a szavakhoz. Visszatérünk Kereti Ágnénihez és az ő születésnapjához, illetve az ő sportolói múltjához. Olivér nagy levegőt vett, aztán úristen, végre vége van a faggatózásnak, és arról beszélhetünk, ami miatt jöttetek. Azt tudod, hogy milyen sportágban nyert Ágnéni? Egyszer nyert 1952-ben, Helsinki-ben, az Finnországban van, és ott talajon nyert. Egy aranyat. Egy aranyat. És milyen sportágban? Talajon. Akkor már rögtön tudtad. Tudod-e, hogy milyen szerei voltak még Ági néninek? Tehát a tornászok milyen szereken tornáznak? Tehát van a talaj, azt említetted. Láttál már tornaversenyt? Nem. Nem láttál még tornaversenyt. Na akkor most, hogyha hazamentél innen a felvétel után, akkor szépen beütöd a számítógépbe. iPadbe, bocsánat, igen, tehát beütöd a kis gépedbe, a táblagépedbe, hogy tornászok, és akkor rá fogsz jönni, hogy van olyan, hogy felemás korlát. Hallottál már róla?
Igen, csak azt elfelejtettem, anya mondta. Aha, na aztán mi van akkor még? Hát, ha eszedbe jut. Az a hosszú rúd, amin tornáznak, olyan vékony hosszú. Azt úgy hívják, hogy gerenda. És ezen mind-mind tornáztak annak idején bizony. Aztán volt egy fantasztikus gyakorlatuk, amit egy szallaggal csináltak. És képzeld el, hogy piros-fehér-zöld szallaggal versenyeztek végig a magyarok abban az évben. Nagyon nehéz lehet egy ilyen gyereknek földolgozni, hogy egy ilyen fantasztikus egyéniséggel, mint Keleti Ágnes együtt lehetett. Milyen volt egyébként a születésnapi parti? Teljesen családias és baráti hangulatú, abszolút kötetlen, nagyon sokat nevettünk, úgyhogy nagyon örültünk, hogy meghívást kaptunk, illetve a napokban megint el fogunk hozzámenni, és Olivérnek meg fogja mutatni az olimpiai érmeket. Hűha, láttál már egyébként olimpiai érmet? Még nem. Hát akkor azt gondolom, hogy nagyon nagy dologban és megtiszteltetésben lesz részed, hogyha ezeket a kezedbe foghatod, vagy megnézheted őket, hiszen ez nagyon keveseknek a kiváltsága. Vannak olyan ambícióid egyébként, hogy szeretnél versenyszerűen sportolni? Igen. És akkor az úszást választanád? Igen. Szerinted hány órát kell ahhoz naponta elúszni, hogy valakiből olimpiai bajnok legyen? Úgy minimum 5 órát. Hát minimum 5 órát, reggel ott kell kezdeni. Nagyon-nagyon korán hajnalban, bizony az uszodába és iskola után megint csak folytatni az uszodában vagy este, tehát nagyon nagy áldozatokat követel annak az életétől, aki a sportnak alá szenteli, vagy sportnak szenteli az életét, nagyon nagy lemondásokat. Szívesen lemondanál egy ilyenről? El tudod képzelni, hogy kevesebbet játszom, inkább úszok? Igen. Tudsz úszó olimpiai bajnokot Magyarországról? Hosszú Katinka. Így van, Hosszú Katinka. Ő most a nagy-nagy példakép, azt hiszem, hogy minden úszó számára, de hát remek fiaink is vannak. Fiúk közül esetleg? Na, akkor lesz ez a másik házi feladat, hogy meg tudja tekinteni. Ági néni jó egészségnek örvend, és azt hiszem, hogy hihetetlen jó kedvéről híres. Mennyire élvezte a társaságot? Nagyon élvezte, természetesen ugye a családi baráti körben az ember kötetlenebb, és egy tüneményes hölgyről beszélünk. Olivér, amikor odaadta neki a gyönyörű virágdobozt, akkor mondta neki, hogy boldog 18. születésnapot, Ági néni, úgyhogy teljesen odáig volt, igen. Olivér, bajzás vagy, azt mondtad, hogy nagyon szereted ezt az iskolát. Volt egy vers, amelyet te szavaltál el annak idején, a Bajza Százon, illetve amikor az iskolának voltak az ünnepségei. Igen. Miért pont rád esett szerinted a választás? Nem tudom. Lehet, hogy jól mondasz verset? Uh-huh. Szeretsz verset mondani? Szeretek. Hány verset tanultál meg eddig életedben szerinted? Nem tudod. Anya segít? Én sem tudom. Hogyan sokat kezdődött nagyon el, hogy verseket kezdett mondani? Óvodában, nagyon jó óvodába járt, és ott nagyon sok verset tanultak, illetve angolul énekeltek, és akkor ez úgy hozzászokott ehhez a tanuláshoz, és itt a Bajzában is nagyon sok verset tanulnak. Emlékszel még arra a verse, amelyet ott mondtál? Nem emlékszem. Akkor most egy meglepetéssel mi is készülünk neked, mert ha minden igaz, akkor előkeressük azt a felvételt, ahol elmondtad az ünnepségen a verset. Jó lesz? Jó lesz. És mikor mész legközelebb Ági nénihez, Keleti Ági nénihez? Azt még nem tudom. Azt még nem tudod. Várod? Igen. És neked hogy tetszett Ági néni? Jól. Nagyon jó volt. Jó pofa? Igen. Nagyon kedves vicces. És vicces teremtés, így van. Meg erős. Nagyon-nagyon erős. És lehet, hogy még egy felvételt majd előkerítünk, amikor 95 éves volt, akkor itt volt a stúdiónkban vendégként, és spárgázott itt. Igen, most is tudsz spárgázni. Most is tud. Megmutatta most is? Igen. Na hát akkor azt gondolom, hogy tényleg igazi példakép lehet számodra. Remélem, hogy nagyon hosszú életű leszel te is, az álmaid valóra válnak, és ha nem is leszel olimpiai bajnok, mert az tényleg csak nagyon keveseknek a kiválsága, nagyon boldog és tartalmas életed lesz. És ehhez biztos, hogy a szüleid is segíteni fognak. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen a meghívást. Köszönjük szépen a meghívást.
Donkó László elsős leszek, kopogtat a vadgesztenye, vége van a nyárnak. Anyu mondja, ideje, hogy az isibe járjak. Kinőttem az ovit, igaz, nagy legényke lettem, s a csengetyűs iskolába megyek szeptemberben. Elsős leszek, vár az osztály, számológép, tábla. Eszes Péter, János Vitéz hív az iskolába. Aranyos tanítónéni, kézen fog, ne féljek. Esztendőre a suliba várlak én is téged.